Alig 3 perc kellett a tornádónak ahhoz, hogy évek munkáját semmisítse meg a Lazarevac környéki Sopit településen. A viharos szél a falu összes házáról lesodorta a tetőt, a település 100 éves templomának tornyát is ledöntötte, tehergépjárművet fordított fel. A viharos erejű szél Topolán, Arangyalovácon, Sebacon, Bogatityon és Koceljeván is tombolt. A házakról lehordta a cserepet, fákat és villanypúznákat csavart ki. Az úttestre hulló ágak miatt járhatatlanná váltak az utak. Egyebek között a Topola és Belgrád közötti magisztrális úton is fennakadásokat okozott az időjárás. A viharban kidőlt fák, leszakadt ágak, több gépjárművet is megrongáltak. Lajkovácon és Novaváros községben valószínűleg rendkívüli helyzetet rendelnek el, a válságstáb már ülésezik, sok család ugyanis nem töltheti otthon az éjszakát. Több helyen jég is esett, ami ablakokat, tetőket tett tönkre. A termést is kár érte. Több település még mindig áram nélkül van. A vihar a szerb fővárost sem kímélte. A szélcsapások erőssége elérte a 16 métert másodpercenként. A főváros egyes részein jég is esett. A Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint négyzetméterenként 20 liter csapadék hullott Belgrádban. A szakértők szerint azonban ez nem haladja meg az időszaknak megfelelő átlagos csapadék mennyiséget. Egész Szerbiában, így Vajdaságban is komoly esőzések voltak szerdán. A legtöbb csapadék országos szinten Zomborban esett, négyzetméterenként 39 liter.